Köszöntöm a stúdió vendégét, dr. Szabó Tóth Kingát, a Miskolci Egyetem Alkalmazott Társadalomtudományi Intézetének vezetőjét, és most már hozzátehetem, hiszen július 1-től lesz hivatalos, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékán helyettesét. Gratulálok a kinevezéshez. Köszönöm szépen, és köszöntöm a hallgatókat. Tulajdonképpen ebből az alkalomból beszélgetünk, hogy legyünk frissek, ropogósak, hogy úgy mondjam. Én itt az időjárással kezdtem. Emlékszik, hogy milyen időjárás volt a kinevezésekor? Változó és szeszélyes. Igen? Kicsit hűvösebb, mint az átlagos nyári idő, de én úgy szeretem nagyon, úgyhogy nem volt ez baj. Ez egyébként vasárnap a július 1, elvileg attól datálódik ugye az én kinevezésem, úgyhogy ezt úgy megjegyeztem. No, ilyen változékony jövőre kell számítani is, ugye? Hát igen, ez igen. Remélem, viharok nem lesznek, de frontátvonulás sem várható. Hogy készült fel erre, hogy fogadta ezt a kinevezést, hiszen most a kettőt együtt kell párhuzamosan vinni, ha jól tudom. Igen, igen, hát ez egy izgalmas szakasz az életemnek, de eddig sem bővelkedett, vagyis szűkölködött izgalmakban, azt mondanám. De az az igazság, hogy rendben van ez nekem, ez a feladat. Tehát változás eddig is, mit jelentett? Eddig is ugye dékánasszonnyal, professzor dr. Illésné Kovács Máriával azért szorosan együttműködtünk különféle pályázatokban, egyebekben, kari ügyekben, úgyhogy azt gondolom, hogy ebben olyan nagy változás nincsen. Most jobban kell majd nyilván a kari adminisztratív ügyekre is koncentrálni, ami ezt a feladatot jelenti. Én tudományos és nemzetközi dékánhelyettes lettem, tehát a nemzetközi kapcsolatok, a projektek, a tudományos diákköri dolgozatok, Erasmus kapcsolatok, tehát ilyen nemzetközi mobilitási programok, hallgatói, oktatói mobilitás, nemzetközi kapcsolatok ápolása, tudományos ügyek, ezek minőségbiztosítás, szóval eléggé tág ez a munkakör, de ezekkel eddig is szívesen foglalkoztam intézetigazgatóként is. Nyilván majd meg kell osztanom egy kicsit a munkaterhelést a két dolog között. Most itt a nyár, ugye elbúcsúztak a hallgatók a gyönyörű szokásos látványos felvonulásukkal. Ez azt jelenti, hogy egy kicsi idő van ahhoz, hogy hozzászokjon, ugye, a másfajta teendőköz is. Még mire használják a nyarat Igen. ilyenkor? Tehát ez tényleg nagyon jó, hogy van egy kis szuszonyásnyi idő, de vannak futópályázat kari szinten is, amik most kezdődtek igazándiból tavasszal, illetve most nyáron fognak zajlani, úgyhogy erre fogjuk használni ezt az időszakot, illetve azt mondjam el, hogy rögtön ültek a padjainkba, mert jött egy küldöttség a Floridai Egyetemről, egy volt hallgatónk, ott tanít már, és ő hozta a diákjait, integrációs ügyekben voltak itt a hallgatók, és ma is még terepen vannak, a Máltai Szeretett Szolgálat segítségével szerveztük nekik ezt a terepkutatást. Tehát rögtön kézről kézre adják a padjainkat különféle nációk és hallgatók. Egyébként pedig nyáron fut egy kutatásunk, ami kari kutatás, az a neve, hogy Kreatív Régió, és ebben a sötét abaújnak nevezett vidéket kutatjuk, 24 települést. És mi a kutatás célja? A kutatás célja az, hogy kicsit segítsük ezeket a településeket, feltárjuk, hogy milyen értékek vannak ezeken a településeken, tehát egyfajta ilyen értékleltár készítése, de olyan értelemben, hogy humán értékleltár, érdekes embereket keresünk ezen a 24 településen, olyan jó gyakorlatokat, amelyek bemutathatóak, akár iskolai integrációs, akár bármilyen ügyekben, még gasztronómiai kutatást is végzünk az egyik irodalmárunk vezetésével, ő a gasztrokultúrát. Ugye mindennek van egy kultúrája, ez a Creative Region kutatás tulajdonképpen egy kulturális értékleltár erre a 24 településre, és ezt próbáljuk meg feltérképezni. Történészek, politológusok, irodalmárok, nyelvészek, nyelvjárást is gyűjtünk, történelmi emlékek, régészek, antropológusok, és még társadalomföldrajzosok is vannak benne, tehát egy másik karról is vannak benne kollégák, akik meg mindezeket vizualizálják. Ilyen interaktív térkép fog készülni erről a 24 településről. Várhatóan az első verzió, tehát már nyáron ezeket töltögetjük adatokkal, terepre megyünk, 24 települést végig látogatjuk, megvizsgáljuk, hogy mit lehet erre az értékleltára feltölteni, és abból indulunk, hogy mindenhol van valami olyan dolog, amit ugyanúgy járunk el, mint a kincsvadászok vagy bányászok. Nekem a régészek ezeket jutottak eszembe. Igen, pontosan. Most. Tehát ők ugye tárgyi értékeket keresnek, hogyan jelent meg a tárgyi kultúra régen, hogyan éltünk, ebből ugye lehet következtetni arra, hogy milyenek voltak a közösségeink, milyen hagyományokat ápoltak, hogyan voltak az étkezési szokások akár, vagy hogyan álltak hozzá a közösséghez, a gyerekekhez, milyen tárgyak vették körül a gyerekeket, hogyan voltak a lakberendezési szokások, egyebek. Nyilván a múltba is válkálunk, de ugyanakkor a jelenből is keressük a településen azokat az értékes,
hát azon nem szeretem ezt a szót, hogy értékes ember, mert mindenki a maga módján, nyilván én szociológus vagyok, a maga módján mindenki az. Tehát, hogy, tehát a figyelemre méltó embereket. A figyelemre méltó teljesítményeket, azokat, amik eddig kiaknázatlanok, tehát ezért mondom, hogy úgy fogunk eljárni, mint a régészek vagy a kincsvadászok. Úgyhogy remélem, hogy fogunk ilyeneket találni. Tehát ez abban újra vonatkozó 24 település. Annak is egy bizonyos részére, tehát igen. A kiválasztás az hogy történt egyébként? A kiválasztást azt Gyulai Éva történész választotta ki, aki a kutató csoportnak a dékánasszony mellett egyfajta szakmai vezetője, ő régész történész, muzeológus inkább, és ő neki volt a kutatásai fájban, kutatta az evangelizációt, az evangélikus, egy evangélikus lelkésznek az életútját, most jelent meg erről egy könyve, ez már a projekt keretében jelent meg tulajdonképpen, tehát ő nagyon aktív, ilyen kulturális értékelt készítésben, akkor így ugye van, nagy pályázat méghozzá annak a része, hogy felsőoktatási kiválósági központok jöttek létre, már régebben is, illetve most ezzel a bölcsészettudományi kar is csatlakozott az el rangos egyetemek csoportjába. Igen, és igen. Ez egy nagyon nagy dolog, mert azért lássuk, hogy eddig inkább műszaki területek kaptak ilyen kiválósági központ emblémát, lehetőséget, és most ezt megkaptuk az államtitkárságtól, és úgy érezzük, hogy akkor ebben valóban meg kell felelnünk, és ez egy nagy lehetőség a kar számára. Mi lesz a sorsa majd, hogyha elkészül? Elkészülnek ezek az interaktív térképek, a földrajzosok ezt ráhelyezik nagyon szépen, már vannak ilyen látványtervek, hogy úgy mondjam. Készül ennek egy honlapja nyáron, és nagyjából decemberben meg is szeretnénk mutatni a kisebb közönség számára először természetesen, tehát ez egy pilot kutatás még decemberig, hiszen addig nem olyan sok idő van, aki kutatással foglalkozik, ugye, azt tudja, hogy eddig tulajdonképpen ez egy nagyon rövid idő, és 24 települést szisztematikusan végigkutatni azért nem olyan egyszerű. Hát be van vonva ebben, nem is tudom, nem akarok butaságot mondani, de 80 kollega, ugyanis nem csak bölcsészkar, hanem itt is együttműködünk jogászok, egészségtudományi kar, közgazdászok. Tehát ez egy társadalomtudományi, humán jellegű kutatás, úgyhogy így alkotjuk ezt a Creative Region-t, úgyhogy elég sokan vagyunk benne, de hát ez egy sziszifuszi munka azért. Hogy fogadják a helybéliek ezt a kutakodást? Nem veszik zargatásnak? A minden nyilván megközelítés kérdése. A egészségtudományi kar kitalált egy nagyon jó pofa megoldást erre. Felajánlják a szolgáltatásaikat, mérnek, tehát ilyen prevenciós tevékenység, egészségügyi felméréseket végeznek. Hát ki ne örülne annak, hogy egy falunapon ingyenesen kap szűrést, méréseket erre a berendezések megvétele a projektból már folyamatban van. Tehát ők kifejezetten ilyennel jelentkeztek, hogy gyerekkortól kezdve, 14 éves korosztálytól kezdve elkezdik ezt a prevenciós egészségügyi mérést, tevékenységet, és akkor kimennek falunapokra, tehát fordítva ülünk ezen a lovon, nem azt mondjuk, hogy mi kérünk szívességet, hanem azt mondjuk, hogy itt vagyunk, tudunk adni kreatív energiát, tudunk, kíváncsiak vagyunk rátok, tudunk adni bizonyos szolgáltatásokat, ki fogjuk találni, hogy a ti erőforrásaitokkal milyen utak vannak esetleg a kilábalásra, vagy a kicsit arra, hogy felkerüljetek a térképre, mert ez egy interaktív térkép, és valahogy ez is a szlogen, hogy kerülj fel a térképre. Tehát ezzel segítjük ezeket a településeket. És ha felkerülnek a térképre, akkor az azt is jelenti, hogy ugye felhívták magukra a figyelmet, tehát hogyne. Más segítőkéz is hozzájuk irányulhat. Hát hogyne. Tehát tulajdonképpen minden ilyen projektnek az a lényege, hogy később saját lábra álljon. Tehát az egy dolog, hogy most mi a humán infrastruktúrát úgymond erőforrás bevisz. De ez, hogyha most sikeresek vagyunk, akkor további lehetőséget kapunk mi is ebben a kiválóság pályázatban, és még éveken keresztül tudjuk segíteni ezeket a településeket, illetve tudunk arra abban is segíteni, mint említettem, ilyen turisztikai gasztrokultúra, hogy vállalkozók, helyiek, vendéglátó egységek, akár most direkt neveket nem mondok, ők bekapcsolódjanak ebbe, és egy kicsit lábra állítsák ezt a térséget. El tudom képzelni, hogy akkor egyfajta vetélkedés van, nem nyűgnek és tehernek érzik a kutakodást, hanem igen. Pontosan fordítva. Persze, mindenki fel akar kerülni, és mindenki be akarja mutatni, hogy milyen unikális lehetőségek vannak, csak rá jellemző helyi identitás, amivel vonzóvá lehet tenni ezeket a településeket, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez számukra,
hogy is mondjam, a tovább élésnek egyfajta hihetetlen lehetősége. Jó példája ez annak, hogy ugye itt ült a Csillagpont Rádió stúdiójában az egyetem rektora, dr. Torma András, és beszélgettünk arról, hogy az egyetem és a város, Miskolc város között régóta, de most különösen milyen jó a kapcsolat. Ez meg arra jó példa, hogy nem csak Miskolc, hanem kitekint ugye a megye távolabbi pontjára is az egyetem. Így van, tehát mi a várossal is jó kapcsolatokat ápolunk, és mindig is szerettük a kutatási eredményeinket bemutatni, illetve mindig kértük a várost is, hogyha valamiben tudunk segíteni. Most például extrém dolgokban is benne vagyunk, a termelői napon kint voltunk az Erzsébet téren, és akkor ott pont apák napja volt különben, és egy kicsit az apaszerepekre hívtuk fel a figyelmet. Szóval vannak nekünk ilyen dolgaink, ami a várost erősíti. Most pedig, ahogy mondja is, a régiót is próbáljuk ezzel segíteni. És bevonni ebbe a tevékenységbe. Ez tehát a nyár egyik legfőbb feladata, közben pedig ugye készülődnek az őszre, hát mert bizony, ezt arra is fel kell használni. Bizony, bizony, ugye egy kis feltöltődés mellett azért folyamatosan megy nálunk az ötletelés, és szeptember 28-án van a kutatók éjszakája pénteken, szeptember utolsó pénteke. Milyen furcsa, hogy már most készülni kell, alig múlt el a másik. Hát, ugye? De igen, egyébként hihetetlen, hogy még most csináltuk, a tavaly a szociológiai kalandozások a városban voltak, és akkor több helyszínen ugye egy nagyon izgalmas dolgot műveltünk. És ott is unikális dolgot. Most is nagyon érdekes lesz, mert most meg egy közösségi udvarban, a belvárosban szeretnénk, aminek van ugye egy udvara, van egy gyönyörű kertje, van egy kis színpada, vannak belső terek, egy nagyon interaktív programmal készülünk, ugye Ups and Downs, majd valami magyar neve is lesz, csak ennek nem annyira van ez a felle az élet hullámvasútján, tehát, hogy a változásainkhoz, a válságainkhoz, akár személyes vagy közösségi szinten, milyen segítségeket tudunk kapni, milyen fogódzókat tudunk kapni, a válság mire lehet jó, egy változás az életünk fordulópontján, az mire tesz minket alkalmassá a későbbiekben, hogyan tudunk itt erőforrásokat gyűjteni, hogyan tudunk egy kicsit megállni és tovább gondolni, és erre lesznek nagyon-nagyon érdekes dolgok. Az egyiknek pont van egy aktualitása, Csepeli Györgynek most jelent meg egy életrajzi regénye, Sorshúzó az a címe, Csepeli György nálunk professzor, a szociálpszichológia professzora, és például vele is lesz egy beszélgetés erről, hogy ő hogy jött ki a saját válságaiból, egyrészt, mint tudós, mit tud erről, hogy jön ki egy közösség ebből, és mint ember. Mindig nagyon izgalmas az, amikor a kettő együtt jelenik meg egy alkalman. Ez és ember, mindig nagyon izgalmas, amikor személyes példát hát, annak közvetlenül. Szerintem mindenképpen. Én azt gondolom, hogy ez a hitelességet mindig megalapozza, ha az ember nem csak példálózik dolgokkal, hanem azt mondja, hogy én itt vagyok, tartok, és én ebből így tudtam építkezni. És azt gondolom, hogy ezért lesz ez különösen izgalmas, mert ilyen programokkal, illetve a Prána-házzal is együtt fogunk működni, ami az egészség, tudatosságot, egy szemléletmódot képvisel a városban. Nagyon szeretem, kedvelem őket személyesen is, és azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon missziós tevékenységet végeznek, és ők is ugye ebbe bele tudnak csatlakozni, hogy hogy az ember mint egész, tehát ez a holisztikus, hogy hol vannak az elakadások, hogyan kezelhetőek ezek, illetve tehát izgalmas program lesz, mert nem csak a hagyományos értelembe vett tudomány, hanem sokféle ágaboga meg tud jelenni ezen. Hívunk egy olyan embert, aki ilyen stílustanácsadó. Tehát meg tudja mondani, hogy amikor váltásban vagy, ugye kifejezed az öltözködéssel, ugye azt mondják, hogy a nők hajukat levágatják, meg ide-oda teszegetik, és kifejezed az öltözködéssel, tehát az öltözködés kultúra hogyan tudja ezt segíteni, hogy jobban érez magad a bőrödben, vagy éppen ugye amikor valamilyen olyan esemény van, feketé beöltözünk, tehát hogy hogyan zárkózik be a test, vagy éppen nyílik ki. Tehát ez vagy hogy mutatja meg a nagyvilágnak, A nagyvilágnak, hogy éppen most eladósorba vagyok, vagy éppen már elkeltem. Tehát ezek a változások, amiket a divattal is ki tudunk fejezni, na ő ebben fog például segíteni. Szóval ezek nagyon izgalmas program lesz. És összetett, bonyolult. Nagyon összetett. Kiragadok egy mondatát, az időnk véges, hamarosan be kell fejezni a beszélgetést. Ugye azt mondta, hogy például ilyenre is alkalom lesz, hogy mire jó a változás. Igen. Szó szerint ezt mondta. Igen. Hát az ön életében mire jó ez a változás, hogy visszakanyarodjak a beszélgetésünkhöz, ez a július 1-i kinevezés, melynek értelmében ugye DK helyettes asszonyát. Hát én minden változást úgy érzékelek, hogy mint a mély vízbe tényleg, és akkor megnézi az ember, hogy tud-e úszni, vagy nagyjából. Na de ez nem egy olyan dolog, hát itt nem lehet azt mondani, hogy pardon, tévedtem. De ilyen nincsen. Tehát nyilván az ember felvérteződött már az élettapasztalat, vagy sok minden van a háta mögött. Maximum az van, hogy milyen szinten viszont tudom. Viszont azt tudja,
hogy minden változás az életben az a határok feszegetésével jár. Tehát legalábbis az enyémben. Tehát olyan soha nem volt, hogy abban én komfortosan éreztem volna magam először. És szerintem senki nem, csak különféleképpen kezeljük. Van, aki megijedettől is nem is vállalja. Van, aki meg már az önismeretnek egy kellő fokán áll, és azt mondja, hogy jár bizonyos feszültségekkel bennem, szorongásokkal, kihívással, ugye fordítsuk jóba, kihívás, vagy nem tudom, de meg fogom ugrani, meg megcsinálom, meg várom ezeket a dolgokat. Tehát nyilván az emberben van egy kis szorongás, hogy meg tud-e, hely tud-e majd állni, de azt gondolom, hogy igen, különben nem vállaltam volna nyilván, tehát van azért egy egészséges önbizalom már bennem, és azt gondolom, hogy szépen fogunk tudni. Ismerem a csapatot, tehát tudom, nem csöppentem ilyen értelemben egy új világba. Úgyhogy azt gondolom, hogy inkább a feladatoknak a jobban való szerkesztése, pár dolog leadása nálam inkább ez lesz a kihívás. Hát több szempontból is választ kaptam, ugye, mert a kihívásokat igen-igen kedveli, erről híres is ismerjük. A másik az, hogy azonnal hozzátette, hogy ismerem a csapatot, tehát nem egyéni, hanem egy közösségi nem, feladat. Nem, mindig közösségi feladatban gondolkodom azért én. Tehát ez is elmutató valóban. És ebben jól érzi magát. Én kívánok sok sikert hozzá, és gratulálok ismételten. Dr. Szabó Tóth Kingának, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar dékán helyettesének, akivel az elmúlt percekben beszélgettem itt a Csillagpont Rádió műsorában.